Üdvözöllek benneteket, került egészsége. Hát én úgy gondoltam itt a család, hogy most készítek egy olyan dolgot, hogy az lesz, hogy tyúkos káposzta, magyarul székely káposzta, csak én most így tyúkkal fogom főzni. Hát, tartsatok velem, nézzétek meg, hogy csinálom, és hogyha tetszik, akkor készítsétek el íme. Itt van két tyúk, ilyen gázlámpa segítségével, csak ezt már nem tudtam, hogy megperzseltem őket így. Fűszereket kikészítem, fontos ez a kemény fűszer. Fűszer, azt akkor nyomok egy kis fűszert, mert most baromira mért, úgy gondolom, hogy ez kell hozzá. Egy kis rozi. Na megkóstoljuk, hogy milyen, ezt utána csapunk bele a lecsóba. Isten áldjon benneteket erőben, egészségben, sziasztok, sziasztok, mindjárt videót is megkínálom belőle. Pipesz, mindjárt megnézem, hogy jó, vagy nem. Itt a már jobbat is, de hát. Kedves videós, kérek pohárral. Nem vagyunk szájfájósok, nyugodtan éltünk egymás után. Kedves egészségére a videósnak. Az alkohol amúgy is fertőtlenít, úgyhogy nyugodtan lehet még üvegelni is, mint hogy látjátok. Nos! Nem is erről akarok, hát azt nem ittem meg, akkor majd én már. Jó, eltövettem. Nos! Csapjunk a dolgokba, nem sok minden. Ugyanolyan, mint a pörköltet főzünk. Vörös hagyma, füstölt szalonna, még a kis zsírpótló, és akkor 2,5 kg savanyú káposzta. Ezt mutatom is. Hát itt van már a zacsiba. Tehát ezt nagy valószínűséggel ki kell mosni, mert hát én megnézem, hogy milyen mégis ezt is. Nem kell. Jó. Nem kell kimosni. Örülünk neki. Nos, hát akkor kezdjünk bele. Mutatom lépésről lépésre. Indítom a tüzet. Jövök mindjárt vissza. Kányi. Levágtam itt a bőrt, majd azt is beleteszem majd egyébként. Ezt a füstölt szalonnát így elősző sorban is. Így összevágom ilyen csíkokra, mert kockára fogom egyébként vágni. Így nagyon jó, zsíros, szappos lesz. Tehát nagyon sokféleképpen készítik ezt a káposztát. Még van, aki tehát rizs tesz hozzá, meg van, aki rizs nélkül. Én most hogy fogom csinálni? Az majd még mindjárt elválik. Így összeaprítottam. Majd szépen ez össze fog így sülni. Ez csak a füst miatt egyébként úgy is ad neki majd a tűzhelyen füstös dolgot. Ez a bőrt is eltávolítottam róla. Így nagyjából nem lövünk vele nyúlat, hogy most az egyik kisebb vagy nagyobb, nem téma egyébként. Nos, akkor alágyújtunk a tűzhelynek, és már is jövök vissza. Na, összeaprítottam itt a hagymát. Hát első műveletben ezt a szalonnát fogom megpirítani. Kicsit piruljon meg, aztán majd a hagymát, mikor üveges lesz, majd beledobom azt is. Hát ugye már úgy nagyjából lepirítódott ez a füstölt szalonna, most hozzáadom így a hangyát. Hangyát, nem hagymát, hangyát. Hát úgyis ezt is egy kicsit lepirítom, és még van itt a sertészsírunk, egy ilyen jó, mit tudom, egy jó fakonál, egy olyan 15 dekát még így hozzá repcsintek, mert ez nem eléggé lesz, úgyhogy elég zsíradék, ezt visszafedem. Na majd most már az következik, hogy egy nagyon picit úgy megsütöm egy picikét a hagymát. Így még majdnem, mint a pörköltet. És úgy készül a dolog,
hogy egy sor káposztát fogok tenni, egy sor húst, egy sor káposztát, közben fűszerezem a dolgot, és akkor lassú tűzön finoman paprika, minden, stb. Beleteszem, és összejátszom. Nos, mindjárt jövök vissza. Mert már körülbelül úgy elégesedett a hagyma. Hát így vágtam el a húsokat, káposztása kezem nem probléma. Tehát egy sor teszek bele ezekből a húsokból. Így. Azért teszem ezt, hogy egy kicsit, hogy a kövérebbes részét, ilyen faros részét, meg mit tudom én, így ezeket. Így egyszer. Továbbá, na most én itt összekombócoltam ilyen káposztát, kicsavartam egy kicsit, úgyhogy ez nem kellett annyira. Egy kicsit így föllazítom, és akkor így végig tornázom rajta. Így szépen. Na, nagyjából úgy megpróbáljuk elosztani, hogy most ha sikerül, sikerül, ha nem, akkor nem, akkor szén, a szalam, a köpönyeg. Így megjövök egy rakás húst rá. Hát van, aki rizst is tesz bele, én nem, mert az nagyon maceráns a rizsa, úgyhogy az a probléma vele, hogy olyan hamar oda kapja a szélét. Hát amikor úgy kéri a család, akkor úgy szoktam, hogy külön szoktam kifőzni a rizst hozzá. Így. Látom, hogy még lesz egy sorozat. Így. Megint így egy kicsit így széllyel borzolom rajta. Így. Természetesen nagyon vigyázunk arra oda, arra a műveletre, hogy nehogy az legyen benne, hogy nagy tűz legyen, mert akkor nem igazán járunk olyan jól vele. Még szerint hozzá egy kicsit. Így. Magyarul betakarjuk itt, mint Moszkvát a hóesés. Így nagyjából. Na most még a maradék ilyen kis szárnyas részek itt maradtak, ezeket fogom itt még így elhelyezgetni rajta. Így szépen. Úgy hát, én is akkor most újra, most már ezt tényleg be fogom takarni itt, mint a téli takarót ezzel a savanyú káposztával. Tehát azért kóstoljátok meg, mielőtt a savanyú káposztát felhasználjátok, vagy dolgoztok vele, mert nem mindenhol egyforma. Hát valamelyik sós, nagyon extrán sós, meg valamelyik eléggé savanyú. Úgyhogy erre ügyeljünk oda nagyon. Így. Látjuk, hogy szépen lassú tűzni megy, de most akkor jön a fűszerezés. Hát ez olyan 2,5 kg ez a káposzta, ez a tyúk, ez súlyba, ez olyan 1 kg, 20, 1 kg, 30 dekások, 2 darab volt, olyan 2,5 kg sac, így hasra ütve. Na, most akkor jövök mindjárt a fűszerezéssel, már is perceken belül. Itt is vagyok. Hát így valamilyen levélből körülbelül olyan 4 darabot így bele fogok tenni. A fűszerköményből is ezt így egy jó, hát egy evőkanálnyival, de ez körülbelül annyi már megnéztem. Így. Továbbá most én nem pucoltam fokhagymát, tehát ilyen szárított fokhagymával fogom ezt még spékelni. Ez is körülbelül egy olyan kávés kanálnyi. És a fekete borsra egy kicsit odafigyeljünk, hogy ne legyen azért annyira erős, ebből is egy olyan jó, bő teáskanálnyival. Ez bírja. Jó, és akkor most jövök a fűszerpaprikával. Ebben már ki van mérve egyébként. Körülbelül jó két evőkanállal. Ezt mutatom. Ezzel így megszórjuk szépen. Így, és aztán föl fogom önteni vízzel, hogy éppen, hogy hát jó ellepje ezt a dolgot, és akkor majd a fűszer is szépen össze fog harmonizálni. Vizem.
egyébként hiába, ezt egybe teszem fel, mert a káposztának is kell fővés idő, a húsról meg ne beszéljünk, úgyhogy ez így jó lesz. Hát ez már eléggé, úgy látom, de hát majd később idő folyamán kóstolgatjuk és fűszerezzük, ha esetleg valakinek a sótartalma nem eléggé kielégítő olyan módon, ahogy a szája íze szerint megfelel, akkor azt tesz hozzá, van, aki csípős paprikát is tesz bele, én nem, én nekem elég a bors. Nos, hát akkor nincs más dolgunk, hogy hagyj főjön a kaja, lassú tűzön, speciálisan én meg addig megyek, már tolok egyet a gazba. Na már itt régen, bók már itt. És van, hogy ki vagyok, mint a macogos kotló, most keményen, úgyhogy. Ezt már igazán megérdemlem, hogy felkészítés után, úgyhogy egy ilyen... Jézus, hát az Isten áldjon meg benneteket erőben, egészségben. Egészségetekre! Ez jobb volt, mint egy pofon, higgyétek el nekem. Na. Hát kérem tisztelettel. Főjön, hagyj főjön. És lassan rá pillantgatunk, itt figyelgessük itten a dolgokat. Most hát még itt vagyunk. Két ilyen körtök szaktok még. És akkor ezt egy főjön benne a továbbiakban, a sót mind a végső stádióba fogom beletenni. Nagy gyerekek, hát ugye leszállt a csillagoség, mivel ez megrég, mert eléggé púra volt ez egy kicsit. Öreg magyarul. Hát így néz ki, lassú tűzön fő. Hát körülbelül egy minőségi ellenőrzést, általában ez egy kis szárny itt például. Nézzétek meg, hogyha ez most, ezen szoktam mindig ilyen ellenőrzés, hogyha ez így a fakanállal már így jó. Látjátok, így meg tudjuk csípni, tehát így. Látjátok, hogy már a fakanállal már itt van, elvált tőle. Így. Ez már azt jelenti, hogy már azon a készültségi fokon vagyunk, hogy már most már csak egy jó sütés, egy nagy lángon egy kis sütést, hogy még a vizet még egy kicsit megcsapja, a zsírja maradjon ott, jó, mártogatós lesz. És azután tejföllel is lehet, ugye, aki úgy szereti, kis mártogatós, még jó, cupogós, minden király. Gyerekek, azonnal jövök a tálalással, nem soká. Nos, ez már így el is készült. A gyerekeket elkészült a tyúkos káposztám. Nézzétek, milyen jó szattos, mártogatós lett. Itt van. Ah, jó étvágyat kívánok. Na most, mielőtt én hozzáfogok ehhez, én úgy gondolom, hogy most elvégzek egy ilyen igazi műveletet. Hát ebben nem urizálunk gyerekeket itt. Nem az étteremben vagyunk, meg a bitterem, ami mi faluhelyet, ez a divat, Isten áldjon, erőség, egészségetekre kívánok. Nektek nem foglalkozunk itt én pohor, aprózzuk el a dolgot. Álljanak el! Ennek sincs van becsület, ennek az üvegnek. Na! Itt is itt vagyok. Itt van a kaja. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem elkészítetek ti is. Kiadós, igazi jó ételt lehet készíteni belőle. Ezzel aztán le lehet dőlni, pihenni, mint Maci a Márásba. Millió puszi ölelés, legyetek szerencsések. Sziasztok!